Az ősz beköszöntével egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az éjjeli menedékhelyek. A hideg idő beálltával ezek komoly segítséget jelentenek a hajléktalanoknak, hiszen nagyon fontos, hogy ilyenkor senki ne töltse az éjszakát az utcán. Hogy milyen segítséget kaphatnak ott a rászorulók, és a melegedőn túl milyen nehézségekkel küzdenek nap mint nap ezek az intézmények, arról már a romániai Máltai Szeretetszolgálat projektkoordinátorát, Székely Robertet kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm a Mozaikban. Jó estét kívánok, köszönjük a meghívást. Úgy tudom, hogy önök már 10 éve működtetnek hajléktalanok számára éjszakai menhelyet, és ebből az alkalomból a szakma képviselőjével, használhatjuk a többes számot is, képviselőjével egy jubileumi rendezvényt is tartottak. Mi volt ennek a rendezvénynek a konklúziója? Ha számokról beszélhetünk, akkor valóban így van, hogy 10 éve működtetjük mi. Úgy kell elképzelni ezt, hogy 10 éve az önkormányzat, Sepsiszentgyörgyi önkormányzata döntött úgy, hogy egy megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szervezetnek kell ezt átadni, és akkor vettük mi ezt át, és ez 10 éve pontosan. És úgy döntöttük, hogy akkor október 10-én volt a hajléktalanoknak a világnapja, és ennek keretén belül ünnepeljük. És amint említettem a számokról, tehát 262 ember mozdult meg ezelőtt a 10 év alatt nálunk, legalább egy éjszakát töltött bent, de talán fontos kiemelni, és azt ott is kiemeltük, hogy 65 személy az a személy, akit valamilyen formában visszatudtunk juttatni a társadalomba, és valamilyen formában segítettük őt ahhoz, hogy végre, és a végre, talán így fogalmazható, hogy újabban, újra hasznos tagja lehessen a társadalomnak, és ez megtörtént 65 személy esetében is. Talán ez a konklúzió és ez a legfontosabb eredményünk, hogy munkával, hozzáállással, és talán egy picit, ha kihangsúlyozom, emberi kapcsolatokkal sok mindent el lehet érni. Amúgy mi volt a legnagyobb kihívás az elmúlt 10 év során? Azt tudnám kiemelni igazából itt, hogyha kihívásokról beszélünk, hogy azok az emberek, akik bekerültek a rendszerbe és bekerültek a hajléktalan szállóra, azok fogadják el azt, hogy vannak szabályok, és a szabályok miattuk lettek létrehozva. És talán nagyon fontos volt számunkra az, hogy következetesek legyünk, és hogyha a szabályokat meghoztuk, akkor ezt mellett tartsunk ki. Nagyon-nagyon sok esetben, amikor bekerültek az első 1-2 hétben, nem fogadták el, nehezen értették meg. Azt követően, amikor az életük stabilizálódni kezdett, akkor ők is érezték azt, hogy ez a szabály ez nekük lett kitalálva. És ezek nem olyan szabályok, amit nem lehet betartani. Ez a mindennapi szabály, amit mi is megcsinálunk nap, mint nap, hogy fel kell keljünk, el kell menjünk munkába, tisztálkodnunk kell. Tehát, hogy ezek olyan szabályok, amiket mi a mindennapi életünkben alapvető. Ezeket kellett ők elfogadják, és talán ez volt, ami kihívás volt, mert ezután lehetett velük érdemben dolgozni. A szabályokról hamarosan még beszélni fogunk, azonban visszatérve erre a rendezvényre, ezen úgy tudom, hogy hajléktalanok is részt vettek. Mi volt az ő meglátásuk? Alapvetően a rendezvényt nekük szerveztük, tehát mi azt a napot úgy szerettük volna, hogy azt ők érezzék annak a hatásait, és ez reggel nem mentek ki, benn maradhattak, közösen volt egy kis együttlét, mondjuk így, áhítat, azt követően kimentünk, közösen töltöttük el az időt, és ugyanakkor ők kaptak ajándékot, úgymond a hajléktalan szálló részéről, és el tudom mondani, hogy voltak emberek, és voltak történetek, és voltak meglepetések az nap, mert hogy egyesek sírva fakadtak, a mások pedig odajöttek, megöleltek és köszönetet mondtak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a munkánk, amit mi teszünk, az ő számukra is eredmény, és ők is ezt már belátták, és belátják. Konkrétan a fekhelyen és a melegedőn túl, ami nagyon-nagyon fontos a hideg évszakban, mit nyújt még a hajléktalan szálló? Amikor mi indultunk ezelőtt 10 évvel, mi egy olyan koncepcióval indultunk, hogy így, ahogy most is fogadott, azon túl, hogy melegedő van, azon túl, hogy meg tudnak húzódni és biztonságban vannak, azon túl sokat dolgozzunk velük. És a dolgozzunk velük alatt azt értem, hogy cél volt az, hogy olyan szakemberekkel vegyük körül magunkat, akiknek népiképp van tapasztalatuk már szociális munka területén, vagy pszichológiai területén, hogy az emberekből kihozzuk a jót, megkeressük a jót bennük, ha mindenkiben benne van. És talán ezt tudnám kiemelni, mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy azt a kicsi jót, ami bennük van, azt erősítsük és azt fejlesszük, és azáltal vissza tudjanak csatlakozni, kapcsolódni a társadalomba. Nagyon gyakran hallani olyan híreket, hogy egy hajléktalan azért nem megy még a leghidegebb évszakban sem a hajléktalan szállóra, mert nem érzi ott magát biztonságban. Ön szerint ennek mi lehet az oka, és mi a helyzet önöknél?
amikor ezelőtt 10 évvel mi indultunk, mi azt csináltuk, hogy a magyarországi máltészetet szolgált segítségét kértük, és Budapest környékén és Budapesten rengeteg hajléktalan szállót, hajléktalan ellátó intézményt működtet a máltészetet szolgált Magyarországon, és kimentünk, hogy nézzük meg, hogy az hogyan is működik, milyen rendszerrel dolgoznak. Nagyon sok innovatív módszert mondhatni így hoztunk onnan át, és ott valóban az volt, hogy nagyon sok esetben nem mentek be. Ott már egy olyan, hogy utcai szolgálat is működik, mert hogy nagyon sok hajléktalan nem megy be. Fél, meglopják, megverik, ittasan mennek be, agresszivitás van, és valóban ez jellemző. Büszkén tudom azt mondani, hogy Sepsiszentgyörgyön ez nem jellemző, abszolút. Nagyon-nagyon vigyázunk arra, hogy azok, akik bejönnek és akik bent vannak, azok biztonságban legyenek. Nagyon fontos az például, hogy ittas állapotban levő emberek, részeg emberek nem jöhetnek be, és nem aludhatnak bent. És ezt nagyon nehéz volt kivívni, viszont most már téli időszakban is azok az emberek, akik eddig ittak, és azok, akik eddig alkoholizáltak, azok most már nem teszik ezt meg, mert tudják, hogy akkor az egy, hát mutatni azt, hogy egy fájdalmas este tud lenni számukra, és ez miatt az agresszivitás, a verekedés és az egymással való, nem is tudom, kommunikáció sokkal inkább fejlettebb lett, jobb lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az esetben mi szerencsések vagyunk, és hát nem is szerencse, mert a munkánk hozta meg ennek az eredményét. És ebből ők is nagyon sokat tanultak. Az, hogy mennyire rossz az utcán élő hajléktalanok számára vonatkozó statisztika, talán önök tudják a legjobban megmondani. Mit mutat a tapasztalat ezen a téren? Változnak ezek a számok, és tényleg valós az, hogy téli időszakban jóval többen vannak. Tehát, hogyha most ha számokról kell beszéljünk, akkor mi esetünkben is Sepsiszentgyörgyön körülbelül egy olyan 30-40%-kal megnő a személyek száma, akik nyári időszakban nem jönnek be. És olyan esetünk is van, akinek lakása van, csak sajnos az évek során, az élete során olyan helyzetbe került, hogy nem tudta fizetni, vagy nem tudja fizetni a közköltséget, le van vágva a víz villany, és ilyenkor téli időszakban már jelzi novemberben, hogy akkor be fog jönni, és éjszakákat bent tölti nálunk. Ilyen is van. Viszont Sepsiszentgyörgyön a számok tekintetében, amikor mi indultunk, és talán a legmagasabb számunk, amiről tudok beszélni, az 51 ember volt, és most jelen pillanatban a Sepsiszentgyörgy utcáin hajléktalan nincs egyáltalán, hanem mindenki bent van az éjjeli szállón, amennyiben nem éjjeli szállónak, hanem ebben a nappali melegedőben, de hogy bent van a rendszerünkben, és tudunk róla, és az utcán már nincs hajléktalan, és ennek nagyon örülünk. Úgyhogy változnak a számok, de azt tudom mondani, hogy most jelen pillanatban egy csökkenő tendenciát mutat, és egy picit fura ezt kimondani, mert azért dolgozunk, hogy ne legyen munkánk. Tehát, hogy azért dolgozunk, hogy hajléktalan ne legyen az utcán. És ez egy kicsit ilyen oda-vissza dolog, de így van. Amúgy milyen mértékben változik a hajléktalan szállót igénybe vevő hajléktalanok köre? Mármint, hogy életkor szempontjából akár, vagy női férfi? Igen, illetve azok is, hogy akik ott voltak, már nincsenek, nő, vagy csökken esetleg ez a szám. Tehát, hogy az a színuszgörbe az általában hogy alakul? Nagyon ritka az az eset, amikor valakinek sikerült kikerülni ebből a rendszerből, és visszajut. Volt rá példa, és volt már negatív, illetve pozitív példánk is természetesen, de nem tudom azt mondani, hogy ennyire jellemző lenne. Volt már rá példa valóban, viszont törekszünk arra, hogy ha valaki kikerül, akkor azt mi után kövessük, és még dolgozunk vele. Attól függetlenül, hogy nem a hajléktalan szálló kedvezményezettje, attól még a máltészetet szolgált kedvezményezettje, és után követjük, és dolgozunk vele, hogy ne kerüljön vissza ugyanebbe a mókuskerékbe, úgymond. És ha azt nézzük, hogy fiatalok vagy idősebbek, azt kell mondani, hogy az idősebbek vannak inkább hajléktalan sorsban, mondhatni így. Viszont volt olyan esetünk is, nagyon szomorú, akik a gyerekvédelmi rendszerből kerültek ki, és ugye kapnak ott egy kisebb összeget, de az eltelik egy-két hónap, és rögtön az utcán vannak, és nincs senkiük, és nagyon sok esetben ők kerültek hozzánk. Egyértelmű, velük könnyebb dolgozni, fiatalok, életerősek, és sokkal hamarabb kerül nekünk munkahely, de hogy volt már erre is példa. A nők és a férfiak tekintetében a férfiak hatványozottabban, nagyobb számban vannak bent, mint nők, és ez Sepsiszentgyörgy esetében is ugyanígy van, tehát a számokról beszélünk, 25-30 férfi mellett van 5-6-7 nő. Valószínű, hogy rengeteg történetet hallott már a hajléktalanoktól. Volt-e egy-kettő olyan, amely nagyon-nagyon megérintette önt? Valóban így van, tehát rengeteg történet van, és az az érdekes, hogy egyik sem egyforma, tehát mindegyik különböző. Nagyon sok esetben azt kell mondani, hogy sajnos, és ez tény, és ez igaz, amit az emberek mondanak, hogy az alkohol az, ami,
az, ami leginkább befolyásolja azt, hogy valaki hajléktalan sorsra kerül-e, viszont nem csak feltétlen. Hát, hogyha ki kell emelni egy esetet, akkor van egy úri ember, aki egy szép családdal rendelkezett, három gyerek, feleség, és a feleség sajnos elhunyt, és annyira összetört, úgy szellemileg, mint lelkileg, hogy egyszerűen nem tudott talpra állni, nem tudott felállni. A gyerekek a gyerekvédelmi rendszerbe kerültek, árvaházba kerültek, és ő az utcára került sajnos, és tényleg nagyon szomorú az eset, már csak azért is ismerem személyesen is, szomszédom volt, tehát a kisfiú, aki ott az ő fia volt, ott volt a szomszédunkban is, ismertem személyesen is. Nagyon szomorú történet, azóta is ott van nálunk sajnos, mert szellemileg nem képes, fizikailag még képes lenne bármit ellátni, de egyedül maradt a gondjaival, és próbáltunk segíteni, és próbálunk mai napig is, kezelésekre jár, sokkal jobban van, de még mindig nem azon a ponton, hogy ő ezt egyedül tudja kezelni. Nagyon kevés időnk maradt a beszélgetésből, úgyhogy az utolsó kérdés lenne tulajdonképpen, de ez is nagyon fontos. Kívülállóként hogyan tudjuk támogatni a menhely működtetését? Talán a legfontosabb kérdés. Igen, tehát hogy mi nagyon szívesen fogadunk bármiféle adományt, meg lehet minket keresni, és Sepsiszentgyörgyi Máté Szeretetszolgálatot. Úgy vállalkozók, mint magánemberek tekintetében is örülünk a támogatásnak, viszont akár önkéntesként is ott lehet lenni mellettünk, lehet segíteni bennünket, ugyanis nem csak a hajléktalan szálló, mint programunk van, hanem rengeteg más programban is gazdagodunk, és azt kell mondani, hogy gazdagok vagyunk, így szerettem volna fogalmazni, legyen az idősekkel való munka, a gyerekekkel való munka, de amennyiben valaki úgy gondolja, akkor nagyon szívesen és nagy szeretettel várunk, legyen az idős, legyen az fiatal, legyen az gyerek, mert hogy mindenkinek van lehetősége, és mindenki képes segíteni valamiben. Én kitartást kívánok Önöknek, és köszönöm a beszélgetést. Köszönjük is szépen.